Nagy szeretettel üdvözlöm Gyergyószent Miklós város lakóit. Fogadóórát tart Nagy Zoltán, a város polgármestere. Mivel közel 20 éves munkakapcsolat előzi meg ezt a beszélgetést, így szeretném elmondani a nézőknek, hogy tegezni fogom a polgármestert, hisz nem tudnám másképp, ezt szoktam meg. Így is normális. Egy picit távolról közelítenék Gyergyó felé, és elmondanám, hogy miket tanultam én az utóbbi időben. Ugye egyre nagyobb problémát jelent világszinten a fenntarthatatlanság, és ugye most ünnepeltük a túllövés napját augusztus 22-én, ami azt jelenti, hogy az idei évre jutó erőtartalékokat elhasználtuk. Nyakunkra tört az idén a COVID-19, ez megint egy olyan globális probléma, amivel szembe kell nézzünk, még akkor is, ha kicsit távol vagyunk tőle. És itt van harmadikként a globalizáció, ami tetszik, nem tetszik, szépen begyűrűzik a városba, az emberek életébe, a mindennapjainkba, szellemi gazdasági életünkben. És én azt tanultam, hogy a globalizáció a mai kornak a sárkánya. És mivel a sárkány egy nagyon nagy ellenség, nem fogunk tudni megküzdeni velem, de meg tudjuk szelidíteni. És akkor most érek el Gyergyószent Miklóshoz, bocsánat ezért a hosszas bevezetőért. Az a kérdésem, hogy melyek Gyergyószent Miklós sárkányai? Mi az, amit meg kell szelidíteni Gyergyószent Miklóson? Úgy gondolom, hogy a globalizációval van egy olyan velejáró, egy olyan életérzés, vagyis olyan hangulat is a lelkiekben, a közösségen belül, ami akarva akaratlanul azt erősíti, hogy mindenki egyforma, nincsenek jobbak és kevésbé jobbak, nincsenek színek, nincsenek nemzetek abban, hanem mindenki egyforma joggal rendelkezik, sőt azok, akik mostanig nem rendelkeztek, még többen, mint korábban. És én úgy gondolom, hogy közösségre nézve ez a legnagyobb veszély, az uniformizálás, amikor megszüntetünk értékeket, amikor nem akarunk másokat megsértve kimondani saját értékrendszerünket. Ez érezhető, ha másra nem is gondolok, de azt már mindannyian érezhetjük, akár a nemzetek közötti sokszínűség is, ugye, ami megítélésem szerint érték, mások szerint ugye most már lassan ki se lehet ejteni bizonyos nemzeteknek a megnevezését, vagy akár az embercsoportoknak a bőrszínezetét is, holott ez tesz minket azzá, amik vagyunk, és ez adja a mi erősségünket is. Helyszinten én azt látom, hogy ebbe az uniformizálásba kezdünk belesüllyedni, mindent magától érthetődőnek érzünk. A bevásárlóközpontoknak köszönhetően ugyanannyi értéke kezd lenni lassan a cukorból, vagy a cukorral felhígított méznek, mint a helyi terméknek, az erdei méznek. És ez mind oda visz minket, hogy gyengíti az identitástudatunkat. És ebben látom én leginkább, amivel fog kelleni foglalkozunk. És ha a fenntarthatóságról beszélünk, akkor ez nem csak a környezetvédelmi szempontból levő fenntarthatóságot kell megnézzük, hanem azt is, hogy a helyi költségvetésből mi az, ami fenntartható, mi az, amivel foglalkozni kell, mi az, amiben energiát kell fordítani, illetve milyen fejlesztéseket tudunk bevonni a város életébe, hogy energiamegtakarítást tudjunk megvalósítani, minél több zöld energiát hasznosítsunk, és minél inkább mellőzni tudjuk az autókkal való közlekedést, hogy kevésbé szennyezzük a környezetünket akár. Akkor gyakorlatilag a globalizációnak van egy vetülete a városra nézve is, ami nem egy jó vetület, amivel dolgozni kell, amivel foglalkozni kell. Ez mennyire fog legyűrűzni intézmények szintjére, egyének szintjére? Kell-e félni a globalizációtól? Tehát, hogy szembe kell-e nézni ezzel a sárkánnyal, vagy keresünk másokat, és azokkal nézünk szembe? Minden milyen sárkány, meg vagy győződve azzal, ha le akarjuk győzni, szembe kell nézni. És a sárkány megvan, többfejű sárkány van, és hangsúlyozom, hogyha egy közösség, egy kis közösség szempontjából nézzük, meg vagyok győződve, hogy akkor azt a sárkányt nem csak nézni kell, hanem tényleg lehetőleg
kordába tartani, vagy visszaszorítani, ugyanis úgy, ahogy említettem, a legnagyobb veszélyt ennek látom, hogy elidegenülnek az emberek egymástól, uniformizálódnak, és értékvesztés fog megvalósulni a közösségen belül. Ha ez meg tud valósulni, akkor már semmi nem lesz fontos, és minden úgy lesz jó, ahogy van, éppen ezért ezt a sárkányt mindenképp vissza kell szorítani. Az, hogy az intézményeken belül ez mennyire fog átgyűrűzni, én úgy gondolom, hogy ha a világszinten ez jelen van és hatás fejt ki, akkor mi sem vagyunk kivételek, és ha nem figyelünk oda, akkor egyértelműen nem csak intézményeken belül, hanem a családokon belül is ez meg fog mutatkozni. Érzel már olyan jelet, ami azt mutatja, hogy igen, itt van a globalizáció Gyergyószent Miklóson? A legkézenfekvő dolog akár a mindennapi életünknek részét képező bevásárlás is, ugye, amikor nem véletlenül említettem a méznek a mintáját, hiszen annélkül, hogy észrevennénk, ugye a nagy bevásárló központok, bevásárló láncok úgymond uniformizált termék kínálattal vannak jelen. Gyergyószent Miklóson is ugyanazt a mézet, vagy méznek nevezett édes keveréket lehet megvásárolni, mint az ország más részein, vagy a világ más részein. Ez még nem is lenne annyira gond, viszont ez azzal is jár, hogy egy fiatal elmegy külföldre, a Gyergyóban is jelenlévő bevásárló központokba betérve ugyanazt a terméket megkapja, és ha azt szokja meg, akkor már nem vágyik a havasi mézre, nem vágyik a helyi termékekre, nem vágyik az itteni tejtermékekre, hanem az a tej italnak nevezett termék valami is az igényeit ki tudja elégíteni, és itt a probléma, hogy annélkül, hogy észrevennénk, hozzákötődünk olyan általános uniformizált termékekhez is akár, amelyek aztán szép lassan elvágják a kötődést az identitástól, a hagyományoktól és a hagyományos termékektől. Például, de még nagyon sok példa lenne természetesen. Mi ennek képzeled el Gyergyószent Miklóst? Beszélgettetek-e arról, hogy ipari város lesz, mezőváros lesz, turisztikai központ lesz, zeneközpont lesz. Mi a jövőképe Gyergyónak? Meg vagyok győződve, hogy Gyergyószent Miklós minden adottsága megvan az, hogy egy élhető, családias és szerethető kis város legyen. Azok a hiú ábrándok, hogy Gyergyószent Miklós belátható időn belül nagyvárosként fogja megnyilvánulni, én úgy gondolom, hogy azok nem követhetőek és nem is fenntarthatóak. Kell tudjuk a helyünket, viszont meg kell teremtsük az életfeltételeket annak, hogy egy élhető város tudjon lenni. Az irányultságát tekintve semmi szín alatt nem tartanám én követendőnek azt, hogy ipari városban gondolkodjunk, hiszen egy olyan ipari forradalom van jelen a világban, a globalizált világban, ha ezzel kezdtük, ami ugye egyre inkább afelé megy, hogy modernizált technológiát fejleszt, és egyre kevesebb szemét alkalmazva tud terméket előállítani. Éppen ezért egy olyan szolgáltatás felé való elhajlást vagy elmozdulást látnék én támogatónak, és látom is, ami úgy teremt munkahelyet, hogy hozzáadott értéket is ad a helyi közösséghez. Éppen ezért a turizmust látom az egyik kitörési pontunknak, de nem csak az egyszerű szolgáltatás nyújtást, hanem a turizmus mint iparágnak a megnemesítését. Itt arra gondolok, hogy a hotelek vendéglátóegységek építésével, szórakozó helyeknek a kialakításával úgy hozunk létre új munkahelyeket, hogy a megépült ingatlanok már adót termelnek, és az a helyi költségvetésbe visszakerülnek, ebből lehet majd fejleszteni is, viszont az is biztos, és az is tény, hogy az, hogy pezsgő élet legyen egy településen, oda a lakosság szám is szükséges, figyelembe véve azt, hogy országos szinten és világszinten is, Európa szinten inkább az a demográfiai előrejelzés, vagy egyre inkább fogy a lakosság, azt sem lehet látni, tehát azt is bizonyossá lehet venni, hogy Gyergyószent Miklósnak nem lesznek nagy léptékű lakosság arányú növekedései, lakosság létszámban. Éppen ezért ez a turisztikai iparág tud lenni az, amikor plusz hozzáadott értéket tudunk behozni a városba azáltal is, hogy a turisztikai idény alatt ha sokan ellátogatnak ide a városba, akkor felpörgetik a gazdaságot, pezsgőbb lesz a fiataloknak is az itthoni élet, a vendéglátóegységek is jobban tudnak működni, a helyi termelők is jobban el tudják adni az árujaikat, és minden más olyan folyamat, amely egy kritikus tömegnek a meglétét feltételezi, be tud indulni, annélkül, hogy nagy léptékű, több ezres, tízezres létszámú növekedést tudjunk elérni a városba. Természetesen a turizmus mellett egyértelműen fontos az is, hogy az iparra fordítsunk figyelmet. A meglévő iparágoknak a megtartása az elengedhetetlen, sőt mi több
A következő időszak egyik nagy kihívása az lesz, hogy hogyan tud az önkormányzat és a mindenkori önkormányzat olyan megoldásokkal előjönni, ami segíti az itt levő vállalkozásokat, illetve újabb iparágaknak a bevonzását olyan szinten látom jónak, hogy készül is most egy kisebb ipari parknak a tanulmánya, előtanulmánya, ami a mostani modern technológiát alapul véve hozna ide fejlesztéseket, de az egyensúlyt nagyon kell vigyázunk úgy megtartani, hogy az amúgy is kevés munkaerő létszámot ne vonják ki a meglévő gazdaságból, mert akkor megint csak egy problémás helyzet tud előállni. Tehát én azt látom, hogy a kisvárosi jelleget mindenképp meg kell tartani. Fő feladat az, hogy ez, ami van nekünk, ezt tegyük rendbe is, ezt fejlesszük, és teremtsük meg az itt lakóknak az alapvető életfeltételeket, de ez még nem elég, mert ide még életet is kell behozni. Az az út, hogy több ezres vagy tízezres lakósági létszám növekedés legyen, én úgy gondolom, hogy rövid távon vagy középtávon egyáltalán nem követhető. Éppen ezért a turizmusban látom azt, hogy lehetne generálni egy plusz forgalmat a városban, ami segíteni a helyi gazdaságot is, természetesen az ipart, valamint az erdő és fafeldolgozás, tehát az erdőgazdálkodás, fafeldolgozás kiemelt tevékenységgel legyen a következő időszakban. De előtérbe helyezve, ha már globalizációval kezdtük, a fenntartható fejlődést és a fenntartható gazdálkodást, hiszen ha ezt jó előre feléjük, akkor az utánunk jövő generációk már nem lesz, miből gazdálkodjanak. Ez így van. Két gondolat jutott eszembe, az egyiket mondom is. Említetted, hogy csökken a lakosság létszáma. Milyen elképzelés van arra, hogy próbáljuk megállítani ezt a csökkenést? A csökkenésnek két módja van. Az egyik, hogy hazahívunk fiatalokat, hogy itthon keresnek munkahelyet és megélhetést, illetve segítség a helyi közösséget. A másik pedig a gyerekvállalásra való ösztönzés. Ez az utóbbi, ez picit nehezebben működik, hiszen mindenkinek az egyéni akarata, hogy mennyi gyereket vállal, viszont azt is, amikor erről beszélünk, ki kell mondani, ez nem Gyergyószent Miklósra jellemző, vannak környékbeli olyan települések, ahol hatalmas a népesség csökkenés, a települések is vannak nem messze tőlünk, hogy hát lényegesen kevesebb gyerek születik, és ilyenkor azt mondom, kb. Egyharmad gyerek születik, mint annak arányában hányan elhaláloznak egy évben. Sajnos ez egy általános tendencia, és ebben látom én inkább, hogy akkor olyan életfeltételeket teremteni a városban, amely ide vonz másokat is, hazahoz fiatalokat, viszont ez hatalmas munka, hiszen az alapvető életfeltételeket meg kell teremteni, élhetőbbé kell tenni a köztereket, a közszolgáltatásokat. Nagyon sok, hát mondhatnám azt is, hogy 30 éves lemaradásokat kell törleszgessünk különböző fejlesztések által, de én úgy ítélem meg, hogy a következő időszak egy nagyon szép időszaka lesz a városnak. Hát a több évtized azt mind várjuk, hogy tényleg most már nagyobb léptékű fejlődésen menjen át a település. Erre minden adottsága és lehetősége is megvan most már. És én abban bízom, hogy nem sokára meg fog ez a trend változni. Ha csak azt nézzük, hogy az ingatlan árak Gyergyószent Miklóson folyamatosan növekednek, sőt most már olyan szinteken kezdnek lenni, amin külföldről ideérkezők is felkapják a fejüket, ez azt mutatja, hogy van egy olyan réteg a városban, akik bíznak abban, hogy a város jobb létre érdemes, és el is indult ezen az úton, hiszen most már sokkal többért adnak el ingatlanokat, de mások is, akik itt vásárolnak ingatlanok, hajlandóak nagyobb árat megfizetni az itten ingatlanokra. Ez azt jelenti, hogy bizodalmuk van ebben a településben. Az jut erről eszembe, hogy valaki azt mondta, egy csíkszeredai szakember, hogy az a nagyon nagy előnyünk, hogy gyönyörű természeti környezetben élünk, és ő azt a kifejezést használta, hogy Németország természetfogyatékos. És hát akkor itt csak ha körülnézünk Gyergyószent Miklóson, akkor tényleg az van, hogy adott a környezet. A másik kérdés, ami az előbbi gondolatvitel kapcsán eszembe jutott, az az, hogy Gyergyószent Miklós nem tud önmagában gondolkozni, tehát a gyergyói medencében kell gondolkozzon, hogyha a turizmust akar építeni szerintem, mert ugye most a nagy trend a nanoturizmus, ami azt jelenti, hogy apró kicsi tevékenységekkel itt tartod a turistákat. És így nagyon szépen el tudnám képzelni, hogy a turista akár egy hét alatt megy végig a medencén, és élvezi azt a sok kézművességet, azt a sok tudást, amit az itteni emberek még magukban hordoznak. Hogy van-e ezekről beszélgetés a környék polgármestereivel?
Nem, hogy beszélgetés van, hanem ha az idei járványhelyzet ne következett volna be, akkor ennek kézzelfogható megnyilvánulása is lett volna, hiszen régről tervezgetünk egy olyan rendezvény sorozatot, amelynek az lenne a célja, hogy a Gyergyó-medence egységesen legyen megjelenítve, és kulturális rendezvény sorozatokat hozzunk ide a településeinkre, minden egyes Gyergyó-medencei települést ide bevonva. Mivel ez hát nem sikerült, hogy életre keljen az idén, jövő évre van halasztva ennek a megszervezése, és nem is tartom korrektnek, hogy én erről most bejelentésként beszéljek, de hogy konkrét tervek vannak erre, és kivétel nélkül a Gyergyó-medencei települések egyet értenek abban, és hisszük is azt, hogy hatalmas értéket birtokolunk. Ez adódik úgy a természeti adottságokból, mint a kulturális és történelmi hagyatékból is. Megvan az az elképzelés is, hogy mindegyik település miben szeretne az későbbiekben erősödni. Nincs meg az egészségtelen versengés, hogy ha egy példát mondjak, hogy mindenki a vízimalmait szeretné bemutatni, vagy a fafeldolgozó hagyományait, hanem megvan, melyik település miben erős, mit szeretne erősíteni, a többiek egy másik erősséget hoznak elő, és egy nagyon szép színes programsorozatot, többnapos programsorozatot szerettünk volna összerakni, meg is volt a tervben, de ez most tolódik, nem halasztódik, csak most nem megsemmisítődik ez a rendezvény, hanem halasztódik egy később időpontra, ami valószínű, hogy a jövőben meg fog történni. Ritkán szoktak visszakérdezni a polgármesterre, mit jelentett neked ez a járvány? Úgy vagyok járva, hogy mint minden kihívással, hogy azt kell mondjam, hogy örvendek azt, hogy megélhettem, átélhettem ezt, hiszen ez egy nagy megpróbáltatás volt, felelősség is, és olyan, amivel még nem találkoztam sem én, hanem sem más polgármester kollégák, hiszen egy olyan újszerű helyzet, egy sürgősségi állapot a háborúk óta nem volt sehol. Mindannyian tanultuk, tanuljuk a mai napig is. Vannak kellemes tapasztalatok benne is, vannak kevésbé kellemesek is. Egyértelműen látszik azt, hogy Gyergyószent Miklós, és valószínű más székek közösség is ilyen, de hogy eléggé zárt közösség, inkább, és úgy zárt, hogy inkább ad, mint kapjon, nagyon nehezen kérnek itt az emberek segítséget, inkább felajánlják, és ugye sok konzultációt is folytattunk, és nagyon sok önkéntes is jelentkezett, akik részt vállaltak a rászorultaknak a gondozásában, vagy a segítségében, és mindenhonnan az a visszajelzés érkezett, hogy picit értetlenül fogadták, hogy tudják jól, hogy egyedülálló az illető személy, egy illető néni, vagy több is volt ilyen, akár rá is szorulna segítségre, de nem fogadott el segítséget. Viszont ezzel egy időben azt is lehet látni, hogy nagyon sokan akarnak segíteni. Azt is lehetett látni, hogy fegyelmezettek vagyunk, és azt is, hogy szükségünk van a szigorra, még akkor is, hogyha nem értettünk egyet vele. Utólag visszatekintve van, amikor tényleg indokolt volt, van, amikor lehet, hogy máshogy is lehetett volna ezt kezelni, de hát az ember, amikor benne van, azt még nem tudja később, hogyan fogja látni. De egyértelműen az visszajött, hogy tudunk mi szigorúan fellépni, azt is, hogy szigorúságot el is várja a lakóság, illetve a szabályokat képesek vagyunk betartani, ez nagy előny az a településekhez képest, ahol erre képtelenek önszerveződő módon, vagy egyáltalán rendszerben gondolkodni. Úgyhogy mindenképp jó leső érzés is volt sok benne. Azt is jó volt látni, hogy Gyergyószent Miklós egy olyan település, ahol sok mindent el lehet mondani, jót is, rosszat is, de azt senki nem tudja megcáfolni, hogy egy olyan ellátó rendszerrel rendelkező kis település, ahol senki nem tud az utcán maradni. Ha belegondolunk, csak is akkor kerül valaki az utcára, egy padon, egy falat legyen a szállása, ha nem akarja elfogadni a hajléktalan szálló segítségét, akkor éhezik valaki, hogyha a szeretett konyhára nem akar bemenni, mert ugye ott is ingyen ellátásban van része. Az otthoni beteg gondozás nagyon jól működik a városban, a függőségi betegségekkel küszködőknek nagyon sok a segítségük, és nincsen olyan társadalmi réteg, akivel ne foglalkoznának civil szervezetek, önkéntesek, és a többi, és a többi. Én úgy gondolom, ez egy hatalmas erény, és hatalmas előny is, hiszen ez az első, hogy egy településen belül találja meg mindenki a maga helyét. Természetesen ezzel egy időben még nagyon sok mindenre szükség van, de ez egy olyan biztos pont, ahol nem lehet elveszni. És ez a mi értékünk, ezt mi alakítottuk ki, és ez a kötelességünk, és ezt tovább tudjuk vinni. Visszatérek a sárkány motivumra, mert úgy érzem, hogy a sárkánynak az a feje, amelyik a
humán erőforrásokkal foglalkozik, jól van, és nem igazán szorul megszelidítésre sem, mert olyan értékeket vonultattál itt fel Gyergyószentmiklósról, amire büszkék lehetünk. Én arra gondoltam, amikor a sárkányos hasonlatot behoztam, hogy az egyik megszelidítendő sárkány az a városi infrastruktúra lesz. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi van Gyergyószentmiklóson a te meglátásod szerint. Igen, ezt nem, azért nem állítottam be sárkánynak, mert nem tartom ez a globalizációval velejárónak, hiszen a globalizáció nem egyértelműen az infrastruktúrában ez csak egy hasonlat volt a globalizáció, hogy azt is sárkány is sárkány. A gyergyi infrastruktúra, az nem főleg sárkány. Az utak, az a százfejű sárkány alig, hanem nem, 93 meg annyi utcánk van a városban, és egy olyan feladat, amivel van, amit küzdeni, és... Amikor erről beszélünk, azért azt is el kell mondanunk, hogy ez a sárkány, ez nem egy 4 éves sárkányocska. Ez minimum 30 éves, 40 éves sárkány, ami idáig fejlődött, és azért fejlődött idáig, mert a korábbi időszakokban nem voltak meg az eszközök arra, hogy a sárkánynak bár a fülét húzogassuk, vagy folytogassuk valahogy, és valahogy faragjunk vissza abból a sok fejből. Én azt látom, hogy az elmúlt időszakban hatalmasat léptünk előre, még akkor is, hogyha hát még nem látszik, mert nincs, hogy ez egy 4 éves időszak alatt nagyon sok mindent megoldani, azt, ami 30 év alatt nem sikerült, viszont ebben az időszakban azért most eljutottunk odáig, hogy a sárkány teljes egészében úgy most a vállamra, a mostani csapatnak a vállára van téve, mintha mindent most mi idéztünk volna elő. Tőlünk várják a megoldást, ami helyes is, meg is vannak rá az eszközeink, viszont idő kell, amíg le tudjuk győzni a jól megerősödött 30 éves sárkányt. És most azt látom, hogy ha az utaknál maradunk, akkor nagyon sok érdemi változás fog a következő időszakban bekövetkezni. Én nagyon bizakodó vagyok, hiszen mostanig csak arról beszéltünk, hogy milyen tervek vannak, hogy melyik utcát szeretnénk felújítani, hol szeretnénk vizet vezetni, hol szennyvizet, hol ilyen olyan épületeket megépíteni. Ettől tovább most már arról beszélünk, hogy mikor kezdjük el, vagy mikor fejezzük be azokat, hiszen ezek már megvannak nyelveprojektek, elő vannak készítve, és zajlanak is most már munkák. Hál' Istennek utakat építünk, vízhálózatot cserélünk, okozunk is problémát vele eleget, hiszen még egy idősebb sárkány, vagy az a feje még idősebb, akármikor 50 éves, 60 éves vízhálózatot kell kicserélni, folyamatosan szakadások vannak, vízszolgáltatásba kiesések, szennyvízhálózatot kénytelenek vagyunk, ugye még mindig azon dolgozunk, hogy az úttestben levő szennyvízhálózatokat kicseréljük, vagy kiépítjük. Ha nem tesszük, akkor a patakjainkat szennyezzük vele. Tehát nagyon sok probléma van, amit, nagyon sok fejű ez a sárkány, amit meg kell oldjunk, de ma én azt látom, hogy most már nap mint nap küzdködünk, vagy leküzdünk belőle is. Azért is mondtam, hogy bizakodó vagyok, mert egy olyan időszak következik a város életében, ami tényleg minőségi változás fog bekövetkezni, ami az infrastruktúrális fejlesztést illeti. Ezzel párhuzamosan még a közösségépítés, a gazdasági megerősödés, és még nagyon sok olyan újabb sárkány fog lenni, vagy régebbi, de még kisebb sárkány, amit le kell majd győzni. Van nekem egy... Nagyon sok tanítóm van, akikre oda szoktam figyelni, ilyen többek között Kassai Lajos lovas íjász. És tavaly tartottunk egy beszélgetést, amin Lajos azt mondta nekünk, hogy sok kuglófot meg kell lenni a mazsoláért. Szerintem Gyergyóra ez most halmozottan jellemző, hogy nagyon sok munkát be kell fektetni ahhoz, hogy az infrastruktúrában egy ennyicske változás látszó, hassék, és az embereknek nagyon-nagyon sok türelemre lesz szüksége ahhoz, hogy kivárja azokat az eredményeket, amit ez az önkormányzat próbál nekik felmutatni, és próbált lepályázni az elmúlt időszakban. Nagyon sokan kérdik azt, hogy miért tart ilyen hosszú ideig egy-egy beruházás, egy-egy munkálat. Próbáld meg ezt röviden elmagyarázni. Egy teljesen helyén való kérdés, mert hogy az elvárásokhoz képest, és nem csak az elvárásokhoz képest, tényleg hosszú időnek tűnik az, amíg bármit ki lehet vitelezni. Én egy picit visszamennék oda, hogy miért is kell annyit pályázni, ezt is kérdik, hogy én annyit beszélek a pályázatokról, de hát miért kell annyit pályázni, fogjunk neki is csináljuk, és nem egyszerűbb. Így is lenne.
Azt látjuk, hogy nagyon sok a probléma, amit meg kell oldani, azt is látjuk, hogy nagyon sok pénz kell hozzá, hogy ezt meg lehessen oldani, és az igazság, még a pénz is megvan, csak az általában nincs nálunk. És úgy, ahogy ez lenni szokott, akár egy székely családban is, vagy egy egyszerű családon belül, amikor azt érzi a családfő, hogy szűkös a ház, vagy hogy a ház olyan állapotban, hogy omlik rájuk, és fel kell újítani, de azt is látja, hogy a pénztárcában nincs meg a pénz, akkor döntést kell hozni, el kell menni, általában ugye most minden a pénzben ezt éljük, hogy elmennek külföldre, Európába, bárhol a világon, és ott gyűjtögetik a pénzt, hazahozzák, és akkor itt építenek abból új házat, tataroznak, autót vásárolnak, stb. Mindazon család, akinek nincsen meg az anyagiaknak a forrása arra, amit meg szeretne valósítani, elmegy itthonról. Na így vagyunk mi is a várossal, hogy annélkül, hogy felhívnák a figyelmünket kevésbé vagy nagyobb nyomatékkal, tudjuk, hogy rosszak az utak, azt is tudjuk, hogy meg kell oldani, és azt is tudjuk, hogy az elődeink azért nem oldották meg, tehát azért nem oldották meg, mert nem akarták, hanem nem voltak meg adva rá az anyagi keretek. Mi nem elmegyünk nyugatra dolgozni, mosogatni, vagy akár igazgatóként pénzt szerezni, mi elmegyünk a nyugati államokhoz, onnan hozunk ide pénzt hozzánk, és ezt kell majd a városi hasznára fordítsuk. Ez a folyamat pedig úgy, ahogy valaki elmegy nyugatra dolgozni, ott is nem az első fél évben keresi meg a házra valót, hanem egy pár évet el kell töltsön, sajnos, amíg hazajön, és utána megint egy pár évet, amíg felépül az új ház, az, aki már épített bár egy kutyapajtát vagy fástint az udvaron, az tudja, hogy az vesződéssel jár, kezdve a tervezéstől, utána az ásásig, a porig, a vitáig, a feleséggel, a gyerekekkel, a szomszédokkal, a mindenkivel, amíg valami meg tud valósulni. Na, ugyanezt a folyamatot visszük mi is, és tetszik, nem tetszik, tőlünk kívülálló okok miatt, hogyha pályázatból szeretnénk fejleszteni, akkor be kell tartsuk az Európai Unió bürokratikus előírásait. Egy 17-18-ban leadott pályázat, most ér el odáig, a legtöbb pályázattal így vagyunk, hogy elbírálják és pozitívan bírálják el. Nagyon sok olyan pályázatunk van, amit abban az időszakban nyújtottunk be, és 2-3 év után jutunk odáig, hogy szerződést kössünk az Unióval, hogy ebből el tudjunk indítani bármit is. Azt követően pedig megint csak nagyon sok bürokrácia, a licitálások, a kontesztálások, az engedélyeztetések és a többi és a többi, az megint csak időt vesz el. Egy lakás esetében is egy évbe általában belefut addig, amíg az engedélyeztetési dokumentációk meglesznek, nem egy városépítés esetén. És a munkálat kivitelezés esetén pedig ott nagyon egyszerű, azt a kérdést kell feltegyük magunknak, hogy mi milyen munkálatokat szeretnénk, hogy felszínes, rövid időre szóló munkálatokat, vagy lényegesen hosszabb időt átölelő munkálatokat, tartós munkálatokat. Mi az utóbbi mellett foglaltunk állást, én ezt támogatom. Egy útépítés esetén is én úgy gondolok, hogy vagy azt gondolom, hogy most akár a tervforgalmi útnak a megépítésén vagy újraépítésénél maradva, hogy ha azt a munkát, amit most elvégzünk, azt úgy kell elvégezzük, hogy hibátlan legyen 10-20-30 éven keresztül, most is 30 év után kerül ugye felújításra az utca, és ahhoz, hogy ez egy tartós munkálat legyen, az szükséges, hogy minden egyes technológiai folyamatot, ami ezt segíti, be kell tartani, nem lehet megsporolni egyetlen egy lépéssel. Nem lehet megcsinálni azt, hogy egy vékony réteg aszfaltot ráhúzunk az útra, ugye hát egyébként meg lehetne csinálni, de nem ezt támogatom, hogy ráhozunk egy vékony réteg aszfaltot, ez jól mutat, majd egy pár évet kitart, aztán megint egy réteg aszfalt, és megint egy pár év, hanem inkább azt az utat választottuk, hogy teljes mértékben átépítjük azt az úttestet, kicseréljük az nálamnál is jóval idősebb vízvezetéket, szennyvízvezetéket, esővízelvezetést építünk, gázhálózatot fejlesztünk, utalapot erősítünk, és csak azután fogunk aszfaltozni. Tehát a minden munkálatból, például ha az utakról beszélünk, az az egyedüli látszó és nagyon kedvelt fázis a lakók részéről, amikor az aszfaltot öntjük, viszont az aszfalt előtt még hatalmas a munkavolumen, és mivel arra törekedünk, hogy jó minőségi munka legyen, éppen ezért ezek a technológiai folyamatok el kell legyenek végezve, és ezért tűnhet úgy, hogy hosszú a kifutása egy munkálatnak, viszont annak ellenére, hogy azt gondolják, vagy azt mondják, hogy a polgármester mindenhez is kell értsen, és mindent is kell tudjon, ezzel nem értek én egyet, hiszen én sem tanultam ezt, nincs, hogy ezt tudjam előre, éppen ezért az ilyen munkákat
tervező által elkészített tervdokumentációk alapján végezzük, a tervezők számolják ki a kivitelezési időt is, az ütemezéseket is, és amikor arról beszélünk, hogy például egy útépítés egy évet, másfél évet kell tartani, az nem azért van, mert a polgármester és a tanácsosok leültek, és akkor eldöntötték, húzzuk minél több ideig, mert ez így lesz jó, hogy a lakókat lehessen vele mérgesíteni, hanem egyszerűen azért, mert a szakértők azt mondják, hogy ez csak jól így lehet ezekben az ütemekben elvégezni. Úgyhogy annak ellenére is, hogy lassúnak tűnik a folyamat, minden település ezt végig kell járja. Nincsenek sötétkék és világoskék települések, nincsenek olyanok, hogy egyik településen meg kell licitálni a munkát, a másikon nem kell, hogy terv nélkül kell végezni, vagy nem. Úgyhogy ugyanazt a folyamatot járjuk körbe, viszont ott azokon a településeken, ahol már korábban voltak nagyívű projektek, ott a lakók már nem tudják, hogy mikor volt elkezdve, mikor nem, egyik záró, másik kezdődik, és van egy olyan folytonosság, amely azt az érzetet kelti, hogy hamar haladnak dolgok. Magukhoz viszonyítva természetesen azt mondom, hogy jól haladnak a dolgok, de hogy ki kellett várjuk mindazt, amíg elindulnak, és mivel a városban még nagy léptékű beruházások, ekkora irányú beruházások még nem valósultak meg, ez azt is jelenti, hogy nincsen ilyen jellegű tapasztalatunk nekünk. Nem tudjuk felmérni, mivel jár egy nagy útlezárásra járó útépítés, de Csíkszeredában már tudják az emberek, ott, ahol átérték akár több utcának a teljeskörű átépítését, ott is több éven tartó útlezárás, szakaszos lezárás, forgalomelterelés volt, bosszúság volt, de meglett az út, és azóta minden rendben. Viszont abban a városban már könnyebb a fejlesztés, mert ott tudják, a lakók is ezzel jár. Itt, amikor elkezdtük, nagyon sokan azt gondolták, hogy na hát akkor most kezdődik, és mindjárt meg lesz minden. Főleg nem lehet úgy, hogy elő kellett mindent készíteni. És a másik szempont az, hogy egy uniós finanszírozás például, ha csak uniónál maradunk, 2,5 évtől akár 6 évig tarthat, amíg a pályázástól a kivitelezés befejezésig el tud húzódni. Úgyhogy ez nem egy egyszerű futam, viszont azt is tudni kell, hogy mindazonáltal más település is ebben van benne, hogy az Európai Unió, amikor a pályázati forrásokra kírja a pályázatokat, ő 7 éves pályázati ciklusokkal számol. És nem azért, mert hogy ezt most Gyergyőszent Miklóson, hát ha 7 évig el fogják húzni, és máshol nem, hanem Európai Unió szinten a tagállamok abban állapodtak meg, hogy 7 éves ciklusokban bonyolítanak le fejlesztési projekteket. Valószínű ez azért, mert ez mindenhol így működik. Úgyhogy mi is ilyen 7 éves ciklusokban gondolkodhatunk. Természetesen nem az a cél, hogy minél jobban elhúzni egy pályázatot, de hogy ha az unión belül mindenhol így működik, akkor mi sem tudunk máshogyan járni. Főként nem úgy, hogy ugye a városok részére, kisvárosok részére most lettek kiírva pályázatok. Most ez azt jelenti, hogy a 2004-ben, amit ki kellett volna írni, általában 16-17-ben írták ki, és arra, amikor ráteszük a 6-7 évet, akkor sajnos látjuk, hogy kihúzódnak dolgok. De egy biztos, és ez bizonyossággal állítható, hogy egyszer, ha egy szerződést aláírtunk az unióval, akkor az ki fog viteleződni, tehát nincs annak kockázata, hogy ne valósuljon meg. De be kell tartani ezt a fájdalmas, bürokratikus és rögös utat. Tehát akkor nagyon sok mindent tanulhattunk ebből, amit te most itt elmondtál. Az egyik az, hogy a városvezetés hosszú távú befektetésekre szánta el magát, és ezek mellett áll ki. Inkább a rövid távú, rövid lejáratú befektetések mellett. Gyakorlatilag azért is volt ez a hosszú csúszás, mert későn írták ki az Európai Uniós pályázatokat a Gyergyó méretű városokra, és itt ugye a községek minket megelőztek, beelőztek, mert ők nekik hamarabb jöttek ezek a pénzek. Hát a községeknek már rég, tehát ők nem csak ebben a pályázati ciklusban tudtak pályázni, hanem azt megelőzően is voltak futó projektjeik. Nagyon ügyes vezetői vannak a községeknek itt a környékünkön. Ki is használták a lehetőséget, és látszik is az eredménye, viszont az is látszik egyértelmű, hogy ők is uniós forrásokból érték el azt a fejlesztést, amit el tudtak a településeken érni. Nekünk is ugyanaz az út van, mást nem látok, ha csak a költségvetésünk valami csoda folytán nem növekedik meg magától, de ez csak akkor tud megnőni, hogyha adót emelünk, vagy hogyha minél több munkahely jön létre, ez pedig rövid távon nagyon nehezen lehet megvalósítani. És mi is ezt az utat járjuk, amit ők is végigjárták már ezeket, mi is jövünk utánuk, sőt, mi több, én meg vagyok győződve, hiszen az elmúlt időszakban nagyon sok tanulmány készült, 2 biztos olyan, amit akár hivatkozásként is meg lehet akárhol jelölni, szakértők által készített tanulmány, ami egy Székelyföld városait mérte fel,
és ezekben a tanulmányokban vagy első vagy második helyen voltunk a székelyföldi városok esetében a külső források bevonásával. Ez meg is fog látszani, le is fog csapódni, hiszen úgy, ahogy említetted te is, mi az elmúlt időszakban egy befektetést hajtottunk végre. Minden kis pénzünket arra használtuk fel, hogy tervekbe, pályázatokba fektessük, bízva abba, hogy ez majd többszörösen meg fog térülni. Megtehettük volna egyébként azt is, hogy felszínes munkákra fordítsuk. Ennek az lett volna a veszélye, hogy ugyanott lennénk minden évben, most mondok egy rossz példát, de hogy egy példát, hogy minden évben építhettünk volna 300 méter, 500 méter járdát, de mi azt tettük, hogy a 300-500 méter járdárát befektettük, és most több kilométerben fogjuk mérni ezeket a járdákat, utakat, amelyek most kivitelezésre kerülnek. Ha számokról beszélünk, az elmúlt időszakban viszonylag sok pénzt, hát egy olyan 3 millió leértékű összeget biztosan elköltöttünk fejlesztési tervekre, pályázatokra, de jelen pillanatban a jóváhagyott pályázatunk értéke ennek körül most már megközelíti 100-szorosát. Tehát egy olyan befektetés, ami ha középtávon gondolkodunk, ugye 5-6 évben gondolkodunk, akkor többszörösen meg fog térülni, viszont ennek ára is van, mert le kellett mondani a népszerű dolgokról, le kellett mondani arról, hogy felszínes munkákat végezzünk, és összeszorított foggal, tűrve akár a sokszor a szidást is, meg a különböző ilyen olyan helyekre való küldözgetést, amit azt vállaltuk, hogy befektetünk, és meglátják a lakók is, hogy többszörösen fog ez visszatérülni a helyi költségvetésbe, de nem egy egyszerű folyamat. Látom a végét, hangsúlyozom nagyon, hogy bizakodó is vagyok. Nagyon szép időszak következik, hiszen ez a többszörös megtérülő beruházások nagysága, ez most itt fog lenni a városunkban. Mai nap is most már nagyon sok helyen már zajlanak munkálatok, és ezután is arra készülünk, hogy többi munkálatok induljanak el. A következő időszak nagy kihívása az lesz, hogy szakmailag mennyire fogjuk tudni ezt kézbe tartani, mennyire tudjuk felügyelni, annak érdekében, hogy ez a sok beruházás, ami meg fog valósulni, az jó minőségű legyen. Említetted a közhangulatot, meg a visszajelzéseket. Milyen csatornákon kommunikálnak veled a városlakók? Ez az egyik, úgymond a befektetés miatt levő lemondás, amit nem lett volna szabad, hogy az elmúlt időszakban azért úgy megszakadt a kommunikálás. Mondjuk az utóbbi időben most ennek a hiányát érezve megpróbáltuk a helyére rakni, hiszen egy állandó informálás mégis szükséges a lakók felé is, és visszafele levő csatolás is. Viszont a direkt kommunikálás az eléggé szűk keresztmetszetű, hiszen közvetlenül hozzám kevesebb információ jut el, mint az én környezetemben. Ha találkozunk is az úton emberekkel, még ha nagyon nagy a bosszúsága is, akkor az már nem abban a hanglejtésben és stílusban és tartalomban hozza a tudtomra, mint ha azt elmondaná akár egy ismerősömnek. És éppen ezért is van az, hogy inkább a környezetemből átszűrődő hangok is azok eljutnak hozzám, valamilyen szinten megszűrve is, de jutnak el jó és rossz dolgok is, ugye, és a másik, ami most már ugyancsak ez a globalizációnak a szüleménye, ez a Facebook, ha lehet most kimondani ezt a nevet is, de hát gondolom nem követek el nagy hibát vele. Az is segít abban, hogy bizonyos felerősödött hangokat meghalljak. De ez még nem minden, hiszen az az igazság, hogy az embereket nem is annyira az informálás, az is érdeklés, fontos az, hogy érezzék, hogy informálva vannak, hanem inkább az eredmény kell érdekel, és az is érdekli. Meg van csinálva, nincs megcsinálva. Viszont az is fontos, hogy a lakók is tudják, hogy mi a folyamata az, hogy ezt meg lehessen valósítani, hiszen amennyiben nem érzik, hogy ez még a saját folyamatát járó projekt, akkor azt a hamis érzetet keltik bennük, és vannak személyek, akik ezt szándékosan teszik is, hogy nem mennek a dolgok, hogy nem működnek, hogy nem is akarják, hogy működjön a dolog, meg stb. És ez megint csak egyre jó, hogy egy negatív közhangulatot hozzunk létre. Ha mérgesek vagyunk, ha nem, az utak olyanok, amilyenek. Van egy, nem is tudom, azt hiszem, hogy Főespéres úrnak ez a vicce, nem is tudnám elmondani, de hogy valahogy úgy szól, hogy
két valaki beszélget, és az egyik zúgolódik, hogy hogy esik az eső, és jaj, de rossz, hogy esik az eső. Másik pedig mindig, hát nekem ez így pont, én vidám vagyok, én boldog vagyok. Megint mondja, hogy jaj, de rossz, hogy esik, és milyen rossz, hogy esik az eső, és milyen depressziós, stb. És a másik fél addig mondja, hogy hát ő ettől még boldog, meg stb. Hogy fel is teszi a kérdést, hát ilyen esőben mindenki le van hangolódó, és te miért vagy ennyire boldog? Azt kérdezi, miért, hogyha rossz hangulatom lenne, elállna az eső? Tehát, hogy a városban is van nagyon sok probléma. És azon tud a közösség magán segíteni, hogyha ezen túlteszi magát, és bizakodik abban, hogy ez meg is oldódik, hiszen most tényleg elindultak jó irányba a dolgok, viszont hogyha magunkat visszahúzzuk, attól még a gödrök ott maradnak. De hogyha odaállunk mellé, és a kapunk előtt bár a füvet lenyírjuk, ha egy virágot kiteszünk az ablakunkba, ha a saját környezetünket szépítjük, akkor már lehet a szomszéd is kedvet kap tőle. Mert ha nem, akkor egymást addig húzzuk vissza a sárba, amíg aztán már tényleg elhisszük, hogy itt már remény sincs, és nem is érdemes tenni-venni. Pedig van, és lesz, és meg vagyok győződve, hogy ennek látszata is fog lenni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. A nézőket pedig arra sarkallom, hogy a fogadó órához küldjenek be kérdéseket, észrevételeket, kérdezzenek rá a városvezetésre, hogy mindenféle problémára kérdezzenek rá, ami önöket érinti, ami önöket zavarja, de azt is mondják el, hogyha valami szép dolog van itt a városban. Köszönjük szépen, viszontlátásra! Köszönöm a viszontlátásra!